Itt ül velünk szemben valaki, aki a világon a hetedik legjobb, méghozzá 200 méter pillangon. Szilágyi Liliana, szia, jó reggelt! Jó reggelt! Annyira jó, hogy még mindig így tudsz neki örülni. Tehát ugye látszik. Nyilván, hát a világon hetedik vagyok. Főleg úgy, hogy tudom, hogy mi van a hátam mögött, úgyhogy ez csak még boldogabbá tesz, és egy hatalmas ugródeszka a jövőre nézve. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogy annyira szépek vagytok. De tényleg, ezt ma, tegnap is hivatkoztunk erre, egyébként Emiliával, az úszólányainkra, hogy nem csak tehetségesek, fantasztikusak, hanem gyönyörűek. Igen, hogy a boldogság, meg ez a sok mosoly megszépít. Mert ott állnak mondjuk a rajtkövön, úszósapkával, ami jól néz ki persze, mert ez rajta kell, hogy legyen. Hát de nézzünk rá, milyen gyönyörű, csodálatos. És mellette egy fantasztikus teljesítmény. Na és akkor mi áll mögötted? Ezt hogy lehetne kézzel foghatóvá tenni emögött, a teljesítmény mögött? Igazából ugye olimpia után volt egy kis kihagyásom, egy 4 hónapot én nem igazán voltam medence közelében, meg nem igazán úsztam. Januártól kezdődő időszakot pedig Amerikában töltöttem, egy teljesen új környezet, teljesen új edzésmetodika, teljesen új, minden teljesen új volt. Úgyhogy nem mondom, hogy egyszerű volt, egy 3-4 hónapig nagyon nehéz volt, mert ugye még nem találtam meg azt a társaságot, meg nem tudtam én se úgy elengedni magamat, meg az edzések, újra visszaállás, szóval nem volt túlságosan egyszerű, de vettem az akadályt, és nagyon örülök neki, hogy ezt a fél évet így tudtam zárni, és a világon a hetedikként fejezhettem be ezt a szezont. Próbáld a nézőinknek összefoglalni azt a különbséget, amit mi laikusok nem tudunk elképzelni, hogy mondjuk egy hazai magyar edzés között, meg egy kinti tengeren túli Egyesült Államok béli edzés között, mondjuk mi a különbség? Magyarországon ugye úgy van, hogy ha valaki sportol, akkor kicsit nehezebb ugye az egyetemre járás. Nekem szerencsére úgy voltam felnevelve, hogy igényem volt arra, hogy mindig tanuljak, és mindig tehát le legyen foglalva az agyam is, nem csak a testem. És Magyarországon ez egy kicsit nehézkesebb megoldani, mert a sport az nagyon leköti az energiákat. Amerikában pedig egy olyan lehetőség van, hogy ezt a kettőt egyszerre lehet csak. Tehát ők meg is követelik azt, hogy az iskola és az úszás az együtt legyen, az egyetemi pontok által, az egyetemnek a hírnevét öregbítve, úgymond, meg hirdetve azt, annak az erősségét. Úgyhogy ez alapvetően ez a legszembetűnőbb különbség. Egy nagyobb, úgymond, rendszert építettek ki. Nekem ez így tetszett. És mit tanultál kint, vagy mi az, ami a sporton kívül ennyire érdekel? Pszichológia. Igen? Igen. És ezzel mennyire tudtál magadon segíteni, amikor mély ponton voltál esetleg? Nehéz, mert ugye az ember magát nem látja soha tisztán, tehát mindig elviszik az érzelmei, elviszik a gondolatai, a körülmények, úgyhogy nagyon sokat olvastam, így pszichológiai könyveket is, meg alapvetően sokat olvastam nagyon kiskoromtól kezdve, úgyhogy van nekem egy alapom, amire viszonylag tudok támaszkodni. Meg nagyon szeretem figyelni, hogy a körülöttem lévő emberek hogyan reagálnak rám, főleg az elmúlt egy évben, hogy hogyan viszonyulnak, mert azt hiszem, hogy egyébként az embernek a legjobb tükör, a legjobb viszonyítás az a másik ember szeméből, meg viselkedéséből lehet levenni, úgyhogy igazából ezt szoktam nagyon figyelni. Azt is mondta Liliana, hogy felszabadultam versenyezni, mindig ez a fő célja, ez neked miért nehéz, vagy miért ez a legnagyobb akadály? Én alapvetően, amikor elkezdtem a versenysportot, akkor tényleg csak az volt bennem, hogy játék, és szenvedélyből, és élvezetből, és tehát soha nem görcsöltem rá. 12 éves koromban volt egy nagyon, az első nemzetközi versenyem, és utána volt egy nagyon-nagyon sikeresen zárt, azt hiszem, serdülő országos bajnokságon, vagy valamilyen szinten. És utána kaptam az élettől egy olyasmi, nem is tudom, leckét, ami miatt egy kicsit, egy pár évet elvesztettem ezt a könnyedségemet és játékosságomat. Én tavaly erre úgymond rájöttem, és én azóta dolgozom azon, hogy visszanyerjem ezt a könnyedségemet, és tényleg az, hogy igazából sport az örömforrás, és az úszás örömforrás.
és sikeresen veszem. Nem egyszerű persze, mert azért világszínvonalon teljesíteni sosem egyszerű. Sőt, még odáig se kell jutni, hogy valaki világszínvonalon. Egyébként az élsporthoz már ez hozzátartozik. Igen, tehát stresszes, meg minden, de abszolút azt mondom, hogy elkezdtem egy utat, és jó úton vagyok, és haladok. Nem véletlenül kérdezte szerintem Emilia, hogy hogyha már pszichológiát tanultál, akkor saját magadon ezt tudtad bármilyen szinten alkalmazni, mert hogy iszonyatos lehet az a lelki teher, ami ilyenkor az élsportolókat éri. És nagyon sok úszónkat kérdeztük itt a stúdióba, hogy ez a fajta vizes világbajnokság, ahol hazai környezetben, hazai szurkolók között kell teljesíteniük, ez lehet jó is, meg lehet rossz is. Ez személyiségtől függ, ugye, hogy ki hogyan veszi ezt. Hát nekem a személyiségem azért azt hiszem, hogy olyan, ami elég élvezi azt, hogyha van körülötte élet, meg zsongás. Úgyhogy én amikor először kimentem az arénába, a rajtkövekhez, hát azt hittem, hogy elrepülök. Tehát így, még hogyha valaki visszanézi az első délutáni úszásom, amikor bevonultam, akkor elkezdtem ugrálni, és így mondom, ó, te jó ég, nem hiszem el, elkezdtem ugrálni egy középdöntőben. Úgyhogy igen, eléggé azt éreztem, hogy el fogok repülni, hatalmas erőt adott, és hatalmas löketet. Ez azért volt jó egyébként, mert így a kettő pillangóra meg a későbbiekre már tudtam, hogy jó, ez van, erre számíthatok. Mert egyébként, tehát akárkivel beszéltem a sportolótársaim, barátaim közül, azok mind azt mondták, hogy te jó ég, tehát mindenre számítottunk, mert azért készültünk arra, hogy a magyarok azért oda teszik magukat, de hogy ez, tehát ez, ó, most is kirázott a hideg, tehát ez valami eszméletlen volt, és így köszönjük szépen tényleg, mert nagyon jól esik nekünk ez. Az is érdekes volt, hogy talán most a magyar közönség megtanulta azt, hogy nem csak az aranyérem meg az első három helyezés számít, és talán pont téged emlegetett Hosszú Katinka az egyik videójában, hogy az is mekkora dolog, hogy Lilu egy döntőben úszott és hetedik lett. Átformálódik a magyar szemlélet szerinted a tekintetben egy kicsit? Nagyon-nagyon jó volna, mert mint ahogy mondtam, a sport az örömforrás. És mi minden nap dolgozunk, az összes sportoló lemegy, dolgozik, megteszi, szenved, lemondások, tehát minden. És nekünk úgymond ez az önkifejezésünk az, hogy mi sportolhatunk, mi hogyan úszunk, és ez tök jó, mert nem, szerintem nem azért kell csinálni a sportot, mert csak az aranyérem és csak a világcsúcs, és ezt a Katka is nagyon jól tudja, mert nem lehet mindig nyerni. És egyébként igen, szerintem a magyar közfelfogás talán elindult arra fele, hogy nem csak az aranyérem és nem csak a világcsúcs, hanem lehet értékelni azt is, hogy igen, és ha valaki örül az eredményének, én például nagyon örülök ennek a világbajnoki hetedik. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része ennek a helyzetnek a kezelésében, hogyha az adott sportolón azt látja a közönség, hogy ő tud örülni neki, boldog ettől, akár a bronztól, a hetediktől, az ezüsttől, teljesen mindegy, tehát ami nem arany. Szerintem ez kiváltja az emberekben, a szurkolókban is, hogy igenis lehet akkor ennek örülni. Beszélj most egy kicsit arról, még van egy kis időnk, hogy miről szól a te jövőd? Az én jövőm? Igen. Az biztos, hogy úszás és tanulás. És itthon, Egyesült Államokban. Ja? Erről még nem akar beszélni. Jó, viszont a közeljövődről azt megkérdezhetjük, hogy ugye te Kapás Bólákával nagyon jóban vagy. Hogy kapcsoltatok ki a VB után? Mit csináltatok? Tehát hogy lehet kiengedni ezt a feszültséget? Mit igen, a Bogi nekem az egyik legjobb barátnőm. Most egy kicsit mondjuk az elmúlt egy évben ugye Amerika, meg minden, szóval kicsit eltávolodtunk, meg neki lett egy pár kapcsolata is, amit nagyon örülök. Úgyhogy azért az leköti az energiáit, meg nekem is most van egy kis, úgymond, pár dolog, amit el kell intézek magam körül. Igazából a kikapcsolás a VB után, hát én amióta a VB lezárodott, nem tudok aludni, úgyhogy igazából találkozgatok, rendezkedek, voltunk bulizni is, persze, mert azért... Láttuk. Igen, ilyenkor egyébként nagyon jó, mert az összes sportoló ugye nagyon
nagyon szűkös és nagyon rendezett életet kell éljünk, és nagyon jó, hogy így ilyenkor szokott lenni egy nagy verseny után egy ilyen rendezvény, hogy amikor kiengedhetünk, jól érezhetjük magunkat, táncolhatunk, nem is az alkoholon van a hangsúly, hanem az, hogy csak egy kicsit kiengedhetünk, mert rengeteg feszültség persze, van bennünk persze. Ilyenkor nyilván, főleg verseny után, hát tele vagyunk adrenalinnal, uh-huh. meg energiával, úgyhogy ez egy nagyon jó, és ugye nemzetközi kapcsolatokat is lehet építeni, uh-huh. meg minden, tehát nagyon jó, mert nagyon jó beszélgetések tudnak kialakulni. És nagyon megérdemlitek ezt, hogy pihenjetek el. Abszolút. És ez a jó kedvez mindig maradjon igen. meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.